Szép jó napot kívánok mindenkinek! A kezemben van az az üveg, amiben a saját olívaolajunkat töltjük. Az olívaolajnak az előtt is jelentős szerepe volt a konyhánkban, most meg még nagyobb szerepet kapott. És mivel a magyar gasztronómiai kultúrának nem szerves része az olívaolaj, csak az utóbbi években, talán évtizedben kezdték jobban megismerni és használni az emberek, ezért megosztanék egy-két olyan nagyon egyszerű receptet, amihez az olívaolaj szükséges. Most például egy szendvicset fogok készíteni. Figyeljétek, milyen egyszerű és mennyire ízletes a végén. Azzal kezdem, hogy vágok egy szelet kenyeret. És ezt beteszem a sütőbe. Itt van a kenyér. Beteszem ide. Beállítom a hőfokot. És mindjárt megpirul. Amíg pirul a kenyér, addig veszek egy cikkfokhagymát, azt megtisztítom, ezzel fogom majd bedörzsölni a kenyeret, illetve paradicsom is kell hozzá, ezt pedig fölvágom szeletekre. Nem fog mind kelleni, szerintem kettő elég lesz, de hát hadd csinálok még. Szépen megpirult a kenyerem, még meleg, most vettem ki a sütőből, és most bedörzsölöm fokhagymával. A fokhagymás pirítós kenyér egyébként édesapámnak mind a két oldalán. Nagyon nagy kedvence volt, majdnem minden este ezt vacsorázta. És utána jó bőségesen meglocsolom olívaolajjal. Így. Majd ráteszem a paradicsom szereteket, ezt a kettőt. Arra is megy még egy kis olaj. És a végén egy szelet sonkát, de sonka nélkül is nagyon finom. Könnyű vacsora, akár reggeli is. Elvágom ketté, és tessék, már lehet is enni. És a végén így kezd, így néz ki, szerintem elég étvágygerjesztő. De olívaolaj nélkül, higgyétek el, nem lenne jó. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, maradjatok egészségesek.